Ilyen hangot ad, amikor egy autó áthalad a zsíros közben található fekvőrendőrön. Mezősi Árpád, a 4-es körzet PDF-es képviselőjelöltje sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a környéken élők zajterhelése megnőtt. Fekvőrendőr azért került ide, mert a zsíros köz egy nagyforgalmú utca, nem csak járművekkel, hanem gyalogosan is sokan járnak erre. És nem csak a zsíros köztől nyugatra élők, akik jönnek a városközpont felé iskolákba, munkahelyekre, boltba, orvoshoz, egyéb helyekre, hanem két iskola tanulói is erre járnak, a deákosok végig, ugye több száz gyerek, 400 gyerek jár ebédelni ide minden nap az iskolából, illetve az eszisek hát ide jönnek, a parkolóba, illetve a kis sportcsarnokot használja rengeteg, a nagy a gyalogos forgalom. A sebességmérő ötletét is megfogalmazta Mezősi Árpád, ezen felül is van még ötlete a forgalomlassításra. Többször beszéltem már az itt lakókkal, aláírásgyűjtést is szerveztem, illetve javasoltam nekik, és javasoltam más megoldást. A legegyszerűbb megoldás volna a fekvőrendőröket fölszedni. Kint van a 30-as tábla, az már korábban kikerült, de hát annyit ért, amennyit ugye betartják a közlekedők. Egyszerű volna a 30-as táblán levő jelzést be kellene tartani. A sebességmérő ötletét is megfogalmazta Mezősi Árpád, egyik a Pollák Mihály, a másik pedig a Kápolna utca felé nézne. Ezen felül is van még ötlete a forgalomlassításra. Épített fekvőrendőr, illetve gyalogátkelő helyjel kombinált fekvőrendőr, ami több településen van. Dunaföldváron, aki járt, már látta ott az iskola környékén, nem is egy van ott szépen sorba, vagy Szekszárdon, a Bolcs Skála mellett is van ilyesmi, ahol egy hosszú, tehát egy épített, nem csattogó, akár 2-3 méter széles, és az a gyalogátkelő hely. Mezősi Árpád hangsúlyozta, átfogó közlekedési koncepcióra van szükség, a lakók és a közlekedők érdekét is szolgáló döntést kell meghozni.